Lehet, hogy most egy kicsit meglepő, hogy egy autó hátuljában ülök, nem pedig egy bringa van előttem. Mégis olyan termékekről lesz szó, ami kerékpárosoknak is jó lehet, hiszen a fényképezés meg a mobiltelefon most már a bringázáshoz is hozzátartozik, és ehhez kaptam egy pár kiegészítőt, és ha itt nem ölnek meg ezek a pici legyek, akkor még az is lehet, hogy be fogom tudni nektek mutatni. Bringázás meg városnézés közben mindig az a legnehezebb, hogy ha rendes fényképezőgéppel akarunk fényképezni, akkor azt hova tegyük. Most itt persze nem ezekre az óriási teleobjektíves tükörreflexes gépekre gondolok, hanem ezekre a kis kompaktokra, amiket tök jó magaddal tudsz vinni akár biciklizéshez is, de nyilván, hogyha tudsz fényképezni, akkor jobb képet készítenek, mint mondjuk az átlagos mobiltelefonok. Ugye ezeket mindig beleraktad a hátizsákodba, majd hogyha megálltál bringázás közben, levetted a hátizsákot, kiszedted belőle a cuccokat, kivetted a fényképezőt, kicsomagoltad esetleg még a fényképezőt a tokjából, és utána tudtál vele fényképezni. Ezt én is meguntam, nagyon sokáig ezt csináltam, ugye főleg amikor tükörreflexes géppel rendelkeztem. Azóta van egy kis kompakt Fujim, viszont a probléma ugyanúgy megmaradt. El kell pakolni a táskából, ki kell venni a táskából. Ha mondjuk bringa nélkül megyünk városnézni családdal, vagy túrázunk valahol az erdőben, akkor megint csak marad a hátizsák, vagy folyamatosan cipeled a kezedbe, igazából nem a legideálisabb megoldás. Sokáig keresgéltem, hogy tudnám ezt megoldani. Gondolkoztam övtáskában, gondolkoztam kis várarakhatós kis táskában, amiben tényleg így elfér egy kompakt fényképező, gép, telefon, pénztárca, ilyesmi. Végül aztán voltam bent a Tripontban, teljesen más ügyből kifolyólag, éppen egy slidert kerestem a videózásokhoz, amikor felmerült, hogy nekem mi a gondom ezzel az egész fényképezőgép cipeléssel, és ott rögtön tudtak nekem valami olyat adni, ami lehet, hogy megoldja ezt a gondot. Az első és legfontosabb a Capture Camera Clip, ami lehetővé teszi, hogy a fényképezőgépedet dokkold akár a hátizsáknak a pántjára, akár a nadrág szíjadra. Ehhez van egy Proped nevű cucc, ami nadrágszíjra rakáskor jön jól, ezt majd be fogom mutatni egy kicsit részletesebben, hogy miért is kell, vagy mikor szükséges. A harmadik pedig a POV kit, ami akciókamerához, GoPro-hoz való konzolt kínál, és ugyanúgy fel tud rakni a hátizsáknak a pántjára, ami teljesen más nézőpontot biztosít, mint például a GoPro-nak a mellkaspántja, vagy a sisak holdere. Ahogy látod, egy ilyen kis Fuji X-T200-as kamerám van, ami tényleg egy ilyen tenyérnyi cucc, mégis egy ilyen tükör nélküli rendes gép, kihajtható kijelzővel. Tehát ezzel normális képeket lehet csinálni, megvannak a manuális módjai, tudsz rá külső vakut rakni, van benne beépített vaku, meg ilyen tök jó kis retro kinézete van. Én ezt hordom magammal, mert ez nagyjából elfér a mezzsebben is, ugye a pici a kis gyári objektívje, meg elfér könnyen hátizsákba mindenhol, erre cseréltem le a teljes tükörreflexes rendszert, mert egyszerűen nincsen már rá szükségem. Nézzük először a Capture Camera Clipet. Ez egy ilyen kis cucc a dobozában. Ez igazából nem más, mint egy ilyen fémdokkoló. Ezt pedig föl lehet rakni a fényképezőgép hátuljára. Ezt felszereled a nadrágod övére, vagy fölrakod a hátizsáknak a pántjára, és akkor utána egy mozdulattal bele lehet csattintani a gépet, nem fog belőle kiesni. Az egyetlen gondom ezzel az, hogy ez itt nem egy gyors csatlakozós megoldás, hanem egy imbusz kulcsot kell igénybe venni ahhoz, hogy felrakd a fényképezőgépre. És ugye itt van az állvány csatlakozónak a helye, ide lehet beletekerni, de ezt ahogy felszerelted, onnantól nem tudod kinyitni, legalábbis ezen a gépen nem tudod kinyitni sem a memóriakártyának, sem az akkumulátornak a fedelét. Tehát ahhoz, hogy mondjuk akkumulátor cseréljél a gépbe, vagy memóriakártyát olvassál ki, újra le kell csavaroznod, tehát egy imbusz kulcs készletnek nálad kell lennie ahhoz, hogy ezt föl tud rakni, vagy le tud szedni róla. Meg is mutatom, hogy ez hogy történik. Felrakod. Én általában így kézzel beszoktam egy kicsit csavarni. Beállítom középre, hogy nagyjából a fényképezőgép közepén legyen, és akkor utána fogom, és ha nem bénázok annyit, mint most a felvételkor, akkor így óvatosan meghúzom. Ugye nem kell neki túl nagy erő, szépen fixen ott van rajta, csak ahogy mondtam, innentől nem tud kinyitni ezt a fedelet. Ha ezzel megvagyunk, akkor nincs más, mint hogy fel kell szerelni a hátizsákra az egész cuccot. A hátizsák pántját érdemes előtte fölvenni, hogy lássuk, hogy hova kényelmes nekünk rakni, mert például adná magát, hogy ide szereljen föl, de ezutána teljesen magasan lesz fönt a vállamon, és nem lesz kényelmes átnyúlni. Ki kell csavarni ezt a kis reteszt, ezzel szétnyílik ez a tartó. Célszerű a másik oldalán is kilazítani, hogy ugye legyen vastagsága. Felrakod a hátizsákra. Úgy. Amennyire szükséges, lazítesz még rajta, mert ugye a hátizsák pántjának szélességét fel kell vennie.
Majd amikor készen vagy, akkor egyszerűen becsattintod. Így. Eligazítod, hogy vízszintesen legyen. Visszahúzod egyszer az egyik oldalt, majd a másik oldalt. Aztán megint az egyik oldalt, megint a másik oldalt. Ezt azért jó, mert nyilván az anyagot összenyomja egy kicsit, tehát hogy ne lötyögjön rajta, meg később ne mozduljon el, ezt célszerű többször megismételni. Most ugye fönt van a hátizsákon már a dokkoló, tehát a fényképezőgépet bele tudjuk rakni, és akkor itt van rajta. Az látható, hogy nagyon könnyű az egész gépet levenni. Egyetlen mozdulat, és már le van véve, egyetlen mozdulat, és már vissza van rakva. Tehát tényleg ennél gyorsabban nem tud semmire reagálni, sem gyalogtúrázás, sem bringázás közben. Tehát ez baromi nagy erőnye a cuccnak a hátizsákból kivadászással szemben. A fényképezőgépet fel tudod rakni így is függőleges helyzetben, vagy fel tudod rakni így is. Ez mindenkinek attól függ, hogy milyen fényképezőgépe van, mekkora objektív van rajta. Az viszont tény, hogy azért mondjuk ilyen kilós gépet ráakasztani már nem túl szerencsés, mert ahhoz tényleg masszív hátizsákpánt kell, hogy stabilan megtartsa, és ne verje szét az oldaladat. Nekem abszolút az jött be, hogy így rakom föl. Tehát az objektív kifelé néz. Ez bringázásnál ugye nem zavar, mert a hónom alatt van. Persze, ha valaki trekking biciklin ül, akkor meg alatta fogja a kormányt. Egy valami biztos, esni nyilván nem célszerű benne, hiszen egyrészt itt van rajtad egy nagy fém darab, másrészt ezek a fényképezőgépek azért semmiképpen sem olcsók, de van olyan dokkoló most már, ami mobiltelefont tudsz ugyanide felrakni, de a mobiltelefonok sem olcsók, tehát ha elesel, akkor sajnos sérülékenyebb helyen van, mint ha bent van a hátizsákodban. Ezt sajnos figyelembe kell venni, hogyha egy ilyet választasz. Viszont mindjárt más lesz a helyzet, ha egy rendes enduro zsákra, egy vastagabb szíjú zsákra rögzítjük ezt az egész cuccot. Itt főleg lényeges, hogy több körbe húzzuk meg a szorítókat, mert minél vastagabb a pánt, annál többet fog majd felvenni szorítás közben, annál jobban fog belapulni szorítás közben a pánt, és ez ugye nem lötyöghet rajta. Na, egy ilyen masszív pánton már teljesen máshogy áll a cucc. Azért itt már látható, hogy sokkal stabilabb az egész történet, sokkal kevésbé tud mozogni, ezért a vastag pántos hátizsákok, azok sokkal jobban megtartják ezt az egész dokkolót fényképezőstől. Ha meg fölrakod tényleg valami túra hátizsáknak, ilyen gyalogtúrás nagy hátizsáknak, 50-60 literesnek a pántjára, azon meg valószínűleg atomstabil lesz. De ugye nekem főleg a gyalogtúrázás, tehát ez a könnyű gyalogtúrázás gyerekekkel, családdal, illetve főként a bringázás volt a célcsoport, tehát az volt a fő szempont, aminek meg kellett felelnie. Nem csak azért vált be, mert könnyen elérhető a fényképezőgép, és egy mozdulattal le tudom venni, meg vissza tudom rakni. Ez ugye ilyen baráti bringázásoknál, meg olyan bringa teszteléseknél, amikor a fotózás miatt megyünk ki, tehát nem feltétlenül azért, hogy gyorsan menjünk valahol, hanem azért, hogy minél jobb helyet találjunk a bringa lefotózásához, vagy kimegyünk tényleg túrázni egyet, és szebbnél szebb helyeken járunk. Ott ugye gyorsan le kell venni, gyakran kell használni a fényképezőgépet, és azért jobb képet csinál, mint egy iPhone, ezt sajnos el kell ismerni, és ezzel a megoldással tök jól lehetett használni. Ehhez képest nyilván az ilyen övtáskás, meg váltáskás megoldások is amatőr dolgok lettek volna, de addig, amíg a tripontosok nem mutatták ezt meg nekem, nem is tudtam, hogy van ilyen megoldás. Ez pedig itt a POV kit, tehát az a dokkoló, amire az akciókamerát föl lehet rakni, jelen esetben egy GoPro Fusion került rá, és ennél a Fusionnél ki is derült az, hogy mi az egyetlen hátránya ennek a dokkolónak, az, hogy kézzel nem tudod meghúzni annyira ezt a szorítót, hogy a nagysúlyú kamera ne kezdjen el folyamatosan a technikás lejtőkön, meg a nagy ütéseknél így lefelé hajolni. Tehát egy megoldás van, nem kell szögbe állítgatni, fölhajtom teljesen, és ugye ez egy 360 fokos kamera, a vágás közben még dinamikusan a nézőpontot is tudom állítani, mintha több kamerával dolgoznék, úgyhogy ennél a látószöget beállítom majd később, amikor készen van a felvétel, fölhajtom ide, és soha többet nem mozdul el. Nyilván ezeknél a mostani 9-es, 10-es GoPro-knál, amik kicsi könnyű súlyak, nem lesz ez a probléma, viszont a Fusionnél ezzel szembesültem, legalább ez is kiderült. A POV kit többfajta adaptert is tartalmaz, tehát biztos, hogy mindegyik GoPro-hoz fel fogod tudni rakni. Annyi, hogy ezzel a jófogás biztosító csatlakozóval, ezzel a GoPro Fusion-t nem lehet felrakni, mert itt nem fér hozzá rendesen, viszont a rendes kis GoPro-hoz szerintem ez baromira jó szorítást tud adni, jobbat, mint a fémből készült tekerentyű. És végül, de nem utolsó sorban, itt van a nadrág szíjas megoldás, amire szintén jó ez a klip. Fogod, átrakod a nadrág szíjon, ugyanúgy meghúzod, mint a hátizsák pántja esetében. Itt is lényeges összenyomni egy kicsit. Így. Megpróbálom kicsit szemléltetni. Így.
És ugyanúgy bele tudod dokkolni a fényképezőgépet. Bele tudod rakni így is, meg bele tudod rakni így is. És hogy miért van hozzá még egy kiegészítő? Hát ezért, ugyanis nekem egy ilyen rugalmas övem van, és ezen nem tart olyan jól a fényképező, nyilván így sétáláshoz igazából alkalmas, de egy kicsit itt mozog, és ezt meg lehet oldani a másik kiegészítő használatával. Ahogy itt az ábra is mutatja, ez már egészen nagy teleobjektíves gépeket is meg tud tartani, pedig egy egész egyszerű dologról van szó, egy ilyen kis nadrágra csiptethető kis lefentyűről. Na, hogy működik, mindjárt megmutatom. Át kell fűznöd a szíjadon, ezt a dokkolót fölrakod ide, vagy attól függően, amilyen kezes vagy, jobbra vagy balra. Betekered a szorítókat. Szokás szerint, ez már szerintem lassan rutin lesz. És még akár ide előre tolhatod, és akkor még a nadrág zsebed is tartja. És ez egy sokkal merevebb kapcsolatot biztosít, ugye nagy a felfekvő felület. Ha már ide rakod a fényképezőgépet, akkor mindjárt sokkal stabilabb lesz az egész történet, nem tud úgy lötyögni az egész cucc. Természetesen megmarad ugyanúgy az állítási lehetőség, függőlegesbe, vagy pedig vízszintesbe. Ha nagyméretű teleobjektív van a gépedhez, akkor úgyis így fogod tartani. Azt pedig érdemes kitapasztalni, hogy hogy szereted, inkább előre tolva, inkább hátra tolva, bárhová be tudod állítani. Nekem mindig pluszba jól jött az, hogy így a zsebbe bele tudtam szúrni, és akkor igazából egy ilyen teljesen kényelmes viselet volt, nem is éreztem igazából a súlyát a gépnek, bár ez ugye önmagában nem egy nehéz gép. Ha teljesen biztosra akarsz menni, akkor ezt átfűzheted az öveden. Egész napos túrákhoz én is így tettem, de csak ha egy pár órás városnézésről volt szó, akkor egyszerűen becsúsztattam, mert azért így, hogyha ez nincs átfűzve az övön, akkor így fölfelé le tudod rántani az egészet, de igazából nekem ezzel nem volt gondom, én sokszor használtam úgy, hogy ezen nem volt átfűzve az öv, így is stabil volt. Én alapvetően imádom az instant get cuccokat, tehát amihez nem kell hozzászokni, amit nem kell megérteni, hanem egyszerűen kiveszed a dobozból, és úgy működnek jól, ahogy éppen vannak. És hát ez a Peak Design Set is ilyen. Ugyan nem olcsó az ára, főleg, hogyha az összes kiegészítőt megveszed hozzá, de ahogy látod a videón, egyrészt, hogyha felrakod ezt a POV kitet, akkor az action kamerával baromira jó felvételeket tudsz készíteni, teljesen más lesz a látópont, mint amikor mellkas kamera van, vagy a sisakodra rakod föl, és ugye ezt tudod váltogatni is. Amikor pedig fényképezőgépet akarsz használni, teljesen mindegy, hogy gyalogtúra, teljesen mindegy, hogy biciklizés, akkor baromira gyorsan föl tudod rakni a fényképezőt, le tudod venni, stabilan áll a helyén, nem kell attól félni, hogy leesik a fényképezőgép. Ugye van egy ilyen erősen hallható kattanása, amikor bedokkol, tehát nem kell attól félni, hogy most jaj, most rendesen a helyére raktam-e a fényképezőt, vagy nem. És hát pont ez a dolog az, ami instant getté teszi ezt a Peak Design Settet. Én fogok is belőle venni egy szettet, mivel nekem a bringatesztekhez, meg a bringázásokhoz baromira jól jön, és a gyalogtúrázásoknál, városi kirándulásoknál is ez a válpántról gyorsan lekapható fényképezőgép, ez teljesen aranyat ér. Tényleg egyetlen hátrányát tudnám mondani, hogy kicsit magas az ára, de alapvetően az instant get cuccok azok mindig így vannak. Most megnézed, kijött az új iPhone, abból egy komolyabb verzió 400 000 forint fölött kezdődik, mégis vinni fogják, mint a cukrot. Ezt igazából így a dokkolók, meg az ilyen konzolok tekintetében ugyanolyannak tartanám, mint egy iPhone-t. De nem kell megijedni, a továbbiakban nem kütyüket fogok tesztelni, hanem visszatérek a bringázáshoz, de azt hiszem ez bringásoknak egy baromira jó kiegészítő, ezért úgy gondoltam, hogy nem csak írok róla egy pár sort a Facebook oldalamon, hanem csinálok róla egy ilyen bemutató videót is. Ha pedig szeretnél a többi videómról is első körben értesülni, akkor lájkold ezt a csatornát, kattints be azt a kis harangot, és akkor mindig értesítés fog jönni, amikor kiraktam egy újabb videót. Na, sziasztok!